Fekete Andor a vendégünk, és nem csak azért hívtuk, hogy egy kicsit baljóslatú legyen a következő beszélgetés, mármint elég sötét, tehát nem a nevedre gondolok, kedves Andor, hanem sokkal inkább arra a különleges sportra, ami azt hiszem, hogy a te életedet meghatározza, sőt, ha jól tudom, nem csak a sport, hanem az állatok szeretete, úgyhogy egyáltalán nem esel kétségbe, hogy itt mindenféle pókok próbálnak minket behálózni, nem is tudom, hogy melyik a nagyobb szenvedély a te életedben. Nagyobbnak talán az állatokat mondanám, meg az az, ami igazán végig kísérte már a gyerekkoromat is, úgyhogy valóban nem ijedek meg egy kis póktól, pókhálótól, de most már ott tartok, hogy a sport is és az állatok is hasonlóan fontos helyet töltenek be az életemben. Ugye a Ninja Warrior című show műsor fődíjára ebben az évben már te is esélyesen pályáztál. Tavaly is indulhattál volna ezen a versenyen, akkor viszont lesérültél. Hogy történt ez a bizonyos sérülés? Hát ez egy elég kellemetlen szituáció volt számomra. Gyakorlatilag a castingok már lementek, és vártuk azt, hogy visszajelzést kapjunk, hogy mégis kijutott be. Két barátommal neveztem, ők be is jutottak, illetve hát engem is felhívtak, csak előtte két héttel sajnos a tért kalácsomat sikerült úgy kificamítanom, hogy még most is két csavar tart össze, úgyhogy az meghiúsult, akkor csak szurkolóként vehettem részt a Ninja Warrioron, de maga a pálya akkor is, ugye a pálya mellett álltam, és maga a pálya annyira megtetszett, hogy úgy voltam vele, hogy ha tehetem, akkor idén megpróbálom újra, és most sikerült is. Mi volt igazából számodra nehezebb, a fizikai felépülés vagy a lelki, hiszen gyakorlatilag ott voltál már szinte, mondhatjuk, hogy a csúcson, a lehetőségek kapujában, és akkor sérültél meg. Hát igen, a fizikai része az olyan szinten volt probléma inkább, hogy a rehabilitáció során volt visszaesés, amikor elkezdtem a gyógytornát, meg egy-két ilyen pont volt, amit tényleg úgy nehezebben éltem meg, de a mentális része volt az, ami igazán nehéz volt. Én szeretem azt, hogy gyakorlatilag álmomból felkeltve is neki tudok ugrani egy-egy akadálynak, és én szerettem ezt így csinálni. Sajnos a sérülés óta egy kicsit okosabban kell edzenem, de hál' Istennek ez a mostani Ninja Warrior ez ebből a szempontból egy nagyon nagy előrelépés volt, hiszen ott a show keretein belül olyan akadályoknak is neki futottam, amit lehet, hogy itthon csak sokadik próbálkozásra mertem volna megcsinálni, ott meg vitt magával a lendület, és azóta a futóversenyeken és egyéb sport tevékenységek során is nagy előrelépést érzek, merem használni a térdemet. Ami már fizikailag jó volt, most hozzátettem a bátorságot is, ami még talán hiányzott. Mi volt a legnehezebb számodra mondjuk? Hogy a legkülönlegesebb, a legizgalmasabb? Hát ezekre készültem igazából úgy mentálisan, hogy amikor ilyen forgós, átfutós akadályok vannak, akkor ott ne torpanjak meg, és hát nagyon kis hezitálás után, de azért sikeresen vettem ezeket, úgyhogy ezzel egész elégedett vagyok. Egy kicsit mesélj az ellenfeleidről is. Inkább sportársaknak mondanám őket, hiszen a pálya volt az ellenfelünk. Ugye nekem is gyakorlatilag kis csalódás volt ez, hogy a szerencsém múlt a középdöntő, de éppen ezért egy nagyon összetartó csapat kovácsolódott össze az epizód fináléra, ahol egymásnak szurkoltunk, motiváltuk egymást a pálya mellől, segítettük egymást, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon összetartó csapat lett, sőt az egyik versenyzőtársam azóta már meg is látogatott minket az állatparkot is, meg otthon is. Hát igen, gyakorlatilag ugye olyan kínban és izgalmas pillanatokban, aki ott van veled, az tényleg szinte mint egy vérszerződést, vagy ilyen testvéri érzések ébrednek az emberben. Ahogy elmondtad, ugye gyakorlatilag a szerencsém múlott, hogy nem kis szerencsével akár be is juthattál volna. Ez megint egy olyan történés, amit megint csak fel kell dolgozni. Tehát azt hiszem, hogy azért itt lélekben is nagy-nagy fejlődésen esel át.
Igen, mindenképpen, bár hozzáteszem azt, hogy a magam részéről már ez, hogy akár egy pályán is végig tudtam menni, és az epizód fináléig eljutottam, ez nagyon nagy előrelépés volt tényleg mentálisan, amellett, hogy ugye a park vezetősége megszavazta azt a bizalmat, hogy rámadták ezt a pólót, és azt mondták, hogy így látatlanban is megbíznak bennem annyira, hogy így engednek el, hogy az ő emberük vagyok. Innentől ez egy kis nyomás is volt ugyan, de úgy gondolom, hogy sikerült megfelelnem az elvárásoknak. Nem pottyantam le az első lépésnél, úgyhogy a kis csalódás mellett azért úgy gondolom, hogy elégedett lehetek. És jövőre megpróbálod? Mindenképpen. Nos, azért ez még nem lesz a végszó, Andor, mert hogy ugye az, aki az állatok és a pókok világában is ilyen profi, na meg a mindenféle pályák és kereskedelmi televíziós versenyeken, azt gondolom, hogy tök faragásban is jó lehet. Szemtan csináltál már ilyet, vagy most csak úgy becsábítunk ebbe a történetbe? Hát mondjuk úgy, hogy nagyon kezdő vagyok a témában, de meglátjuk, hogy mire jutunk. Na, soha nem mondd, hogy soha, ki tudja, hogy mi lesz a vége. Mi pedig megnézzük azt, hogy milyen gyönyörű díszeket lehet készíteni, vagy akár vásárolni. Vendégeink Fedorné Miló Zsuzsanna és Gyebrowski Zita, ugye a Starflirtbe találkozhatnak a kedves vásárlók veletek, és már itt a Kölcsei Televízióban is gyönyörűséges dolgokat alkottatok. Én még mindig őrzök bizonyos elemeket abból a csokorból, amelyeket egyszer kaptam tőletek, és aki belép hozzátok, az ugye látja gyakorlatilag, hiszen olyanok vagytok, mint egy látvány virágkötészet, minden ott történik. Tehát itt, aki esetleg egy picit több időt tölt veletek, akár el is sajátíthatja. Hát most ugye mi itt a Halloween-nal indultunk, de valójában Magyarországon azért, illetve Kelet-Európában is elsősorban a Minden Szentek és a Halottak napja az, amely a legtöbb ember életét sajnos érinti, hiszen hozzátartozóit meglátogatja ilyenkor a temetőkben, elhunyt hozzátartozóit, és mindenki a saját stílusában valamivel szeretne ugye valami szépet kivinni. Nem tudom, hogy látjátok, mennyire változott ez az úgynevezett temetőkultúra, vagy az a fajta igény, ahogy az emberek mondjuk kifejezetten a temetőbe készítetnek csokrokat. Hát szerintem nagyon, nagyon nem változott igazán, megmaradtak a régi dolgok is. Valaki még mindig a selyemvirágos díszeknél marad, mondván, hogy az nagyon sokat, nagyon sokáig tart, egészen karácsonyig kint vannak ezek a díszek, de már most előtérbe helyeződik azért a selyem, vagy nagyon élethű selyemvirágok is, az angyalkás díszek kőkaspóban általában kis helyen elférnek azért, és ezeket már most sokkal többet vásárolják az emberek. Ezek annyira szépek egyébként, hogy most lehet, hogy nagyon csúnyát fogok mondani. Én szívem szerint ezt akár a saját otthonommal, vagy már a bejárati ajtómat is díszíteném ezekkel a szép kis összeállításokkal. Lehet azt mondani, hogy egy kicsit összemosódnak ezek a történetek? Tehát akár egy étkező asztalon is jól mutat, de ugyanúgy a szeretteink sírjára is kihelyezhetjük őket. Hát ritka esetben igen. A gyertya miatt például, de az angyalkás díszeknél én úgy gondolom, hogy inkább a temetőre mindenképpen, vagy egy kopogtatóra, amit az ajtóra rakunk, azt inkább én úgy gondolom, hogy azt inkább azt írjuk rá, hogy sweet home, például édes otthon, ezekre pedig emlékezünk, vagy búcsozóul, vagy ilyen feliratokat tudunk rárakni. Azt gondolom, hogy egyébként ugye mindenki annak a függvényében kért tőletek kompozíciót, hogy tényleg hová szánja ezeket, hiszen tényleg most itt összemoshatjuk valóban az, hogy a temetőbe kerülnek, vagy akár egy halloween-i bulira, egy asztaldísznek. Amit én az egyik internetes oldalon, én a Pinteresten szoktam nézegetni különböző dolgokat, szerintem ez számotokra is egy érdekes terület, nem? Szoktatok így szemezgetni? Igen, mi is nagyon sokat. Igen. És láttam azt, hogy a tököket azt mindenféle ilyen csillogó színben megfestik, és itt is éppen, ha jól látom, akkor valami ilyesmi történik. Hogyan készült? Meséljetek róla. Igen, ez egy akrilfestékkel van rózsaszínre festve például, és ezüst díszítést kapott, és ehhez egy szolidabb díszítés, hogy akárhova tényleg föl lehet rakni, bármilyen
végül is lakásba, asztalra nagyon szépen mutat szerintem. De ezt mondjuk temetőbe ugye nem javaljuk. Hát ezt nem, ezt semmiképpen nem. Ez mennyi idő alatt készül el, hogyha most valaki mondjuk kedvet kap hozzá? Próbálkozhat otthon is, vagy azért ez bízza profikra, mit javasoltok? Hát, hogyha otthonra és kefteltetésből csinálja, szerintem akkor végül is bátran lehet szerintem ezzel próbálkozni, bár a kés meg minden elég éles, úgyhogy ha szépet akar valaki, azt inkább profira kellene bízni szerintem. Zita, te csak dolgozol, nem vagy hajlandó megszólalni semmiképpen? Ezért nekem a kezem ügyesen. De én úgy gondolom, hogy nem csak a kezed, hanem vérprofi módon tudsz erről beszélni, és mi az, ami most itt készül, akár mindketten is mondhatjátok. Hát Isten igazából egy shield-dísz, de viszont ezt szerintem föl lehet használni akár egy asztaldísznek is. Egy ilyen őszi jellegűnek, hogyha nem teszünk bele ilyen kis táblákat, emlékezünk, stb. Amikor elkezdted ezt mondjuk csinálni, akkor már megvolt az egész kompozíció, vagy közben alakul ki, ahogy belekerül egy-egy virág, egy-egy kis zöld, és mennyire szólhat bele mondjuk ebbe, ha vásárló a képen ott van, és ezt figyeli? Vagy egyáltalán bele akarnak ezt szólni? Sokan igen, hogyha esetleg nem jó fele haladnak, akkor szólunk nekik, hogy ezt inkább nem kellene, de nyugodtan beleszólhat a vásárló is. Van-e olyan virág például, ami most nagyon-nagyon népszerű, vagy ami nagyon kedvelt a vásárlók körében? Hát még mindig talán a krizantén az, ami nagyon kedvelt, de mellette még mindig a szegfű, ami sokáig tart tulajdonképpen a temetőn is. Emellett a liliumot, a gerberát, bármit szívesen kivisznek a szeretteikhez az emberek. Lehet azt mondani, hogy ezek klasszikus virágok, nem mennek ki a divatból. Most hát az a veszély nincs meg szerintem, hogy le fognak fagyni ugye ezek a növények, úgyhogy akár egy kicsit, hogy is mondjam, többet is áldozhatnak az emberek, hiszen még a jövő héten is nagyon szép idő lesz. Esetleg, amiket kivisznek mondjuk a sírra, nem tudom, tudtok-e olyan praktikákat mondani, lehet valamivel fokozni a tartóságukat, hogy egy-két nap alatt ne hervadjanak el, mert azért tudom jól, az én édesanyám is ilyen, és sokan, hogy nem csak egyszer mennek ki, hanem szinte egész héten, már előtte való napokban, hetekben is ugye kijárnak takarítani, tehát valahogy ez nem csak egy-két napra korlátozódik, hanem sokkal hosszabb időre, és szerintem a jó idő miatt most is így lesz. Igen, talán szerintem az a legfontosabb, ilyenkor, hogyha kimegy az ember minden nap, egy kis vizet, mert ezek a készítmények általában vizes oázisba készülnek, ami élő, és hát szépen tartja a virágot, ha ezt utána pótoljuk, esetleg a pára is már sokat segíthet a temetőkbe, de ha egy kis vizet öntünk rá, mint a vázába, akkor nagyon sokáig szép marad, hiszen éjszakára lehűl a levegő. Szerintem most tényleg, aki kiviszi, bátran viheti az élővirágot is, mert nagyon, nagyon sokáig fog tartani. Ha már említetted azt, hogy sokan még ragaszkodnak ugye a selyem vagy a művirágokhoz, hát azért elnézve a kínálatot, ezek is hihetetlenül élethűek. Lehet mondjuk, vagy szoktátok-e esetleg az élővirágot ezekkel a selyem vagy művirágokkal esetleg ötvözni, vagy ez már valamiféle, nem is tudom, stílus rombolásnak számít, hogy ítélitek meg? Nem. Ezt nem nagyon szoktuk. Nem. A szentségtörés, ugye? Igen. Nektek virágosoknak. Hát, igen. Ha nagyon-nagyon ragaszkodik a vásárló hozzá, akkor természetesen megcsináljuk, hisz a vásárló az első, de nem szeretjük igazából. Meg nem szép, nem esztétikus. Mik voltak a legkülönlegesebb ötletek mondjuk ebben az évben, hogyha egy picit így visszanézünk? Hát ebbe az évbe bejött igazán az, hogy majdnem minden díszünkben angyalka van. Ez a kis szolárlámpa is nagyon-nagyon szépen tud mutatni egy síron, hiszen a gyertyát elfújja a szél, ez pedig szépen világít. Egy kis napsütés, és tényleg egész éjszaka szinte szépen világít. És ugye ennek egyébként ezeknek a szolárlámpáknak millióféle variációja van, tehát ugye ezt is lehet, azt gondolom, hogy az adott kompozíció stílusához alakítgatni. Lehet-e már egyébként tudni valamit a karácsonyi trendekről? Már csak azért kérdezem most, mert nem biztos, hogy karácsonyig találkozunk, vagy esetleg az ajtódíszekről, kopogtatókról, milyen színekben, milyen hangulatokban fognak díszelegni a lakások 2018 karácsonyán?
Talán a púderszín. Igen, az már tavaly is volt, igen, igen, az még mindig. És a szőr, a műszőr, én ezt nagyon imádom egyébként, úgyhogy ez olyan jó kis melegséget áraszt, meg... Biztos lesz az idén is. Uh-huh. Igen, a klasszikusok is, a piros, a fehér, az arany, az arany és az ezüst, az most kaspókban is igen divatosak, és valószínűleg ez... Na most nem tudom, hogy az igaz-e, hogy ugye cipésznek cipője, nem tudom, virágkötőnek, hogy néz ki a karácsonyi asztala, vagy esetleg nem akarok nagyon személyeskedni, de nyilván hát sajnos nektek is vannak ugye elhunyt hozzátartozóitok, hogy ti személy szerint mit szerettek, mondjuk mit készítettek, mit visztek ki egy sírra, vagy mi kerül mondjuk a karácsonyi asztalra? Hát egy sírra, én személy szerint, de általában a természetes dolgokat szeretjük. Igazából, ami egyszerű, de természetes. A száraz virágokat, nagyon szép kiegészítők ezek a kövi rózsák, uh-huh. A lótusz termés is szerintem nagyon szép benne. Na akkor még mielőtt itt most már elköszönnénk, és elmennénk egy kicsit a kiradóba, hogy megnézzük, hogy mi minden történt, még talán erről a nagyon kis cuki kövi rózsás kompozícióról azért annyit mondjatok már, hogy ezt tényleg locsolgatni kell, és ez akár hosszú ideig így marad, vagy gyakorlatilag inkább csak pár hétig lehet, és aztán ki kell belőle szedni azokat a kis rózsácskákat, mi lesz vele? Nem, azok a rózsácskák, az teljesen természetes dolgok benne, sőt, minden természetes dolog van benne, egyedül ez a kövi rózsa, ami élő, de annak tényleg elég az, amit párát összeszed a levegőből, az mert teljesen nincs benne jó. Föld, nincsen, ez egy száraz oázisba készült uh-huh. kompozíció, semmilyen sejem, semmilyen, csak természetes anyagok vannak benne. Tehát gyakorlatilag akkor ez a fagyokig végül is kint lehet akár mondjuk a temetőben, utána meg hát azért sokan ezt nem szokták behozni. Még talán erről beszélhetnénk, hogy az, amit az ember oda kivisz, ugye azt azért nem nagyon szokták visszahozni. Azt nem. Azt nem szeretik, valahogy úgy rossz érzéssel tölti el szerintem az embereket. Igen, talán. Ugye ezt tudja egy halottól elvenni, vagy ezt ő kapta. Hát akkor esetleg a túlélés nem lesz nagyon, nagyon zord a telünk, bár ma már szerintem jósolni végképp nem tudunk, mert lassan már úgy érzem, hogy tényleg nyár lesz, és nem pedig a télbe haladunk, szóval még az is lehet, hogy kibírja, és esetleg tavasszal akkor egy kicsit meg lehet majd bolondítani és megspékelni. Hát akkor Zita, most már úgy látom, hogy csak az utolsó simítások vannak hátra, úgyhogy ha belekerül az utolsó kis rózsácska is, akkor mutassuk meg a kedves nézőknek, hogy milyen villám kezűek a lányok, és milyen szép dolgot alkottak. Szerintem egy picit megemeljük, jó? Igen, hogy úgy a kamera egészen szépen meg tudja mutatni. Sok-sok élő növénnyel, igen, azt, amit mondtatok, ez igen, a kis oázis, ugye vízes oázisban van, tehát valóban ezt kell majd utána locsolgatni. Természetes színek, de tavaszi színek is, friss színek is, és mindez igen. Az egyszerű. Szolid, de visszafogott. Köszönjük még egyszer.